Bent. Tavaly decemberben debütált a Béki News címet viselő műsorunk, amiben népszerű youtuberek a 24.hu újságíróival az oldalukon próbáltak bizonyítani a konyhában. Most klasszikus húsvéti falnivalókkal és új szereplőkkel folytatódik portréval átítatott gasztrosorozatunk. A második adás vendége a politikusból közéleti vloggeré avanzsált Potyondi Edina. 8 hónappal ezelőtt töltötte fel első videóját, amely egyből ki is verte a biztosítékot. Kövér László, vajon kire veri ki? Hogy lehet valaki ennyire bárdolatlan, ennyire neveletlen? Hát hogy mondhat ilyet valaki a házelnök úrra? Sárkány ellen sárkányfű. Szexista bunkóval? Bánjunk szexista bunkóként. A házelnök virtuális élettársa most egy csodálatos emberrel fog együtt főzni, ami főszerkesztőnkkel, Pető Péterrel. Figyelj, mondom, hogy mit csinálj. Hát ehhez hozzá vagyok szokva. Így. Az a baj, hogy a receptet én sem tudom. Hogy azt hiszem, hogy egy pudingot kell csinálni, és hozzá kell önteni egy csomó alkoholt. De hogy nem politikus lettél végül, azért mondom, mit csinálj. Majd... nem tudom, mikor váltottál. Na jó, előveszem a receptet, jó? Na, recept, Péter. Szerintem anyukám, hogy mikor rossz vagyok, azon nem lehetne változtatni. Szedjük elő az összetevőket, jó? Kell fél liter tej. A hűtőből. Ja, én vagyok a vendéglátó. Te tudom, te tudod, hogy hol van a tej. Beszélgessünk egy kicsit a tojáslikőrről, Péter. Mikor ittam először? Aha. Szerintem 8 éves, mint minden magyar gyermek 8 éves korodban. Nem, én nagyon sokáig nem ittam. Szerintem meg az eleve ilyen vidéki proli fiú vagyok, és ilyen nagyon izének tartom az ilyen keverékeket. Nem fogyasztok. Pálinka simán. Igen, inkább ezekről beszélgessünk. De van pár barátom, aki csodálatos tojáslikőrt főz, és így rászoktattak, hogy az adott ünnepen mindig meg... És ők melegek? Lányok. És hidegek. Akkor jó, nem hidegek, hanem hogy összességében heteroszexuálisok, ha feloldjuk a kódokat. Jó. Amúgy ez a tojáslikör, ez mennyire szar név, nem? Olyan, mintha a spagettiből nem a tésztát meg a ragút emelnéd ki, hanem mondjuk a fokhagymát. Hogy így most tényleg miközben, oké, van benne tojás, jó, de hát nem az jut eszedbe az ízéről, hogy tojás. Hanem, hogy porcukor. Hát, vagy hogy vanília ízű, vagy hogy tejszín ízű. Vagy hogy rum. Segítek. Vagy hogy rum. Szerintem a tojáslikör, meg a sörhab, azok a kapudrogok az alkoholizmushoz, tudod. Persze, a gyereket így először sörnek a habját leihatom. Jaj, de bolondos ez az április, így áll egy kis tojáslikört. Hogy kipirultál? Így elsírom álmos. Magam, ha erről beszélsz egyébként, mert egy éve nincs csapolcsör az évben az országban, ne felejtsük el némi. Úgyhogy ezt szerintem engedjük el. Nehéz ügyeket engedjük el, úgyhogy beszéljünk könnyebb dolgokról, mint a tojáslikör. Ketté vágom ezt. Jó, csak el ne vágd az ujjacskádat. Hát az út. Ezért nem merem. Tehát lehet, hogy a döntő pillanatban megkérlek, hogy vágtették. Elképesztő ütembe főzöl. Ah, picsába. Hát ez egy 30 dekás darab konkrétan. Igen. Kérsz egy csíkot? Teljesen drogszűz vagyok, és nem itt fogom elkezdeni. Ja, hát a porcukor az nagyon kemény cucc. Szétvágtad a vanília rúgat? Nem, mert képzeld, nem tudtam. Elbizonytalanodtam, hogy ezt így simán kirakhatom ide. És te vagy a főszerkesztő ennél a 24. Igen, de szerencsére elsősorban nem vanília rúgat kell szétvágnom. Ha nem. Az országot! Ezt így simán ráfektethetem ide? Próbáld meg! Lehet, hogy lemond Orbán Viktor. Akkor ne. Engem nem zavar a bénaságom, de az kétségtelen a konyhában én az érdemben nem voltam soha. Tehát azt hiszem a Covid első hulláma volt az, amikor az első rántottámat elkészítettem életembe. Úgyhogy ez nekem egy nagy vállalás volt ebbe az értelemben, de engem aztán végképp nem zavar, hogy béna vagyok. Sajnos mindannyiunk béna valamibe, és én ugye az átlagnál több dologban vagyok béna, de ebben kétségtelenül nagyon. De nem így kell ezt félbevágni. Hanem így meg kell fognom. Mi az, azt hitted 20 perces felvételre jössz? Elkezdett kimérni a rumot? Nem. Egészségedre. Legyen így. Klasszikus pohárból. Ebből hogy lehet rumot inni? Te vagy a legbénább ember, akivel találkoztam eddig. Ez az, amit mindenki így gondol. Igen, de nagyon cuki. Nagyon szexi. Majdnem olyan szexi a Pető, mint a Kac. És nekem ez elég. Én például most nem légcsöltem az első villanykörtémet, egyébként óriási élmény volt. Tudok egy rettenetesen szexista, himsoviniszta viccet a villanykörtő becsavarásról. Nem merem elmondani. Mert legyőztük a PC-t, úgyhogy megnyugodtam. Igen, nyugodtan mondod. Á, de nem, nekem nem áll jól ez a himsoviniszta szexistáskodás. Ja, akkor elmondod is. Hány nő kell egy villanykörte becsavarásához? 30.
Figyelj, ez jobb, ez így jobb. Ez így jobb, mint az eredeti. 2. És az egyik mit csinál? Hát az a poén, hogy leszop. Ezt nem tudom fölbontani sajnos. Tehát ez olyan kockázatot rejt, amit én nem engedek meg magamnak, hogy egy ekkora késsel elkezdjek itt egy hopptejszín. Oké, csak azt nem értem ebben a műsorban, hogy te minek vagy itt. Viszont feltetted a kulcskérdést, amire tényleg nem tudjuk a választ egyelőre. Mert én ezt nem bírom nézni. Tudtam egyébként. Na, ez egy éles stratégia, amit most csináltam egyébként, és már 36 vagyok. Úgyhogy túl lehet. Jó, egyébként... csináljuk ketten. Maradj így, ne mozdulj. Ne mozdulj. Amíg nem szólok, addig ne csinálj semmit. Ilyen fegyelmezett 10 éves korom óta nem voltam. Sikerült. Bekapcsolnád ezt a sütőt? Nagyon biztos. Na figyelj, ezt itt félbehagytad. Hol van, amit eddig csináltál? Ezt megettük. Mi a belsője kellett volna? Vagy mi? Azt tettük meg. De nem ettük meg, itt volt egy nagy darab szénkupac. Te megetted? Azt hittem a külsője kellett. Tényleg a belsője kellett? Azt mondtad eddig, hogy ki kell kopalni. A belsője az eszencia. Ez olyan, mintha egy újságnak csak a címlapja lenne, és nem lenne tartalma. Így értem. Ritoszt. De ha ezt előbb mondtad volna, akkor lehet, hogy nem jutunk odáig, hogy elfogjon a szénporunk. De most sem fogja. De amúgy én alakítani is akartam a recepten, hogy egy kicsit sokkaltam a vanília rudakat. Na, így készülnek az újságok. Tudod mi? Leszarom így. Na, egyébként végre. Kövér Lászlónak is szoktál ilyeneket csinálni? Magánéletemről nem szívesen beszélek. Ebben mi a magán? Hát a Laci. A Kövér László az a nyilvánosság része a igen? Te munkásságodnak köszönhetően. Ja, akkor szoktam. Na, figyelj, most jön a kedvenc. Mi pont Kövér László? Ki más? Mert neked ki? Na mondjad, melyik? Mit kell választom? Bármi országgyűlési képviselő? Hát igen, akivel így el tudod képzelni az életedet. Ki közel áll hozzád. Hát ugye most a jelenlegi tapasztalatom alapján Németh Szilárd. Tehát ott üldögélnek nyugodtan, ő csinálná a kaján, és békésen ott heverészni. Nem kéne hallgattam, hogy nem tudom, az indukciósal, hogy hatos vagy hetes, igen. Hogy milyen bénán... Igen, hát egy bénán... klasszikus családmodellben nem. Milyen bénán sodrok. De akkor ő lenne a nő? Nem, ez egy másodlagos kérdés, én azt tanultam, az identitáspolitikából nem kell ezzel foglalkozni első igen. körben, hanem csak azt... Tényleg Szilárd a te embered? Ott mondom, nyugodtan ott a sarokba fröccsözgetnék, és nem baszogatnának, hogy nem tudok tojást tőm. Leszette a Pachman Péter a videóklipjét. Miért? Ezt gondolom, átgondolt, hogy miért szereped van ebben. De ez öröm vagy bánat? Nem tudom, de taxival kell hazamennem. Csak szólok! Eddig te voltál legolcsóbb. Hát ez sok férfi mondta már nekem. Egyébként megnéztem a Momentumnak, 344 ezer szavazója volt a 2019-es EP választáson, és nekem meg csak 100 ezer követőd van. Hát nézd! Nem bírod őket leverni? Nem tudom, egyszerűen nincs az az állami pénz, amivel én így utánuk tudnék. Soros György pénze sem elég. Szavaznál rájuk egyébként? Nem. És előválasztáson kire szavaznál? Nem megyek el előválasztásra. De ha elmennél? Nem megyek el előválasztásra. Jó, és egy rendes választáson, jó, azt nem kérdezem, mert azt nem rendes választáson de... a kétfarkú kutyákra szavaznék. A kétfarkúra szavazol, az egyből azt is jelenti, hogy kivonulsz azért összességében. Igen, alapvetően kivonulok. De én ezt láttam kívül belül, hogy működik. Most én nem egy átlag szavazó vagyok olyan szempontból, hogy na, látom. Ha belül látod, mi vonultak? Hát azt lehet, hogy nem itt fogom elmondani. A stand-uponba beleírtam. Átmenjünk a másik konyhába? Vagy nem a konkrét konyhába? Szatír! Ki kell írni a főzős műsorból? Ma biztosan nem politikus, tehát azt nem azt állítom, hogy nem lehet egyszer politikus, vagy nem volt egyszer politikus. A politikusnak nagyon fontos ismérve, hogy vannak keretei. Egyszerűen a politikus egy fegyelmezettséget jelent. Nem azért jelent fegyelmezettséget, mert nem tudom, én PC párti vagyok, vagy PC ellenes, hanem azért jelent fegyelmezettséget, mert a pártnak van egy gondolata, van egy üzenete, van egy hite, és ezek között a keretek között kell mozogni, és ez egyszerűen kárt okoz az adott politikai közösségnek, aki kilép belőle radikálisan. Ő nyilvánvalóan jobban élvezi, hogy szabadon beszélhet és szabadon gondolkodhat. Hogyha megkérdeznénk őszintén, hogy ezt igazán élvezi, akkor arra az a válasz, hogy igen. És ha meg azt kérdeznénk, hogy igazán élvezni ehhez képest a politikusi létet, akkor meg valószínűleg ebben a pillanatban az a válasz, hogy nem. Neked mik a politikai preferenciáid? Mert hogy engem így kikérdeztél. Például én akkor léptem ki a Momentumból, amikor a Magyar Nemzetnél elkezdtem dolgozni, még a Simicskás Magyar Nemzetnél, mert ott azt kérte a főszerkesztő, vagy azt mondta a főszerkesztő, hogy nem lehet újságíró az, aki párttag. Nálatok is ez van, hogy mindenki megtartja magának, és a szerkesztőségben téma haverok között, de amúgy nem lehet nyilvánosan erről beszélni? Ez egy tök érdekes kérdés egyébként, mert ugye én nagyon kivagyok alapvetően erre a objektív sajtó című, a komplett nyilvánosságot félreértékű szint van objektív sajtó. Jövök valahonnan, másik jön valahonnan,
Egyébként ez egy Budapesten székelő újság, ez egy magyar újság. Az egy objektív fogalom, hogy halottak száma határozza meg a címlapsztorinkat. Charlie Hebdo-nál meghaltak, nem akarok hülyeséget mondani fejből, úgyhogy nem tudom, 12-en. Egy átlag iraki napnak mindig le kéne nyomni egyébként a címlapról, ha ez egy objektív tényező. Nincs objektív tényező, döntéseket hozunk. Tehát és te mi alapján hozod a főszerkesztői döntéseket? Objektív eszközrendszerünk van, az azt jelenti, hogy mindig mindenkitől azonos esetben ugyanazt a kérdést tesszük föl. Ez kacra nem igaz persze, mert lehet, hogy változnak a kérdései, de összességében azt jelenti, hogy akár Gyurcsány Ferenc, akár Orbán Viktor van annak a ügynek a, most nyilván a két főszereplőről beszélünk, de mindenki cserélje ki ízlése szerint, akkor azt szerint járjuk végig ugyanazt a meccset, és akkor az eszközrendszerünk objektív. De nem lehet, hogy mindenkinek más az igazsága? Mármint, hogy az origós író az teljesen, az meg van győződve arról, hogy ő amit ír, az úgy jó, és úgy helyes, abszolút, és úgy igaz. Igen, ezt árnyalja, mi 2019-ben nulla sajtóhelyrögzítési pert vesztettünk el egészében, és 2020-ban is jogerősen nullát vesztettünk el, egy van, amit első fokon igen, egyébként még nem fejeződött be. És azt az egyet elvesztjük, az nekünk rohadtul fáj egyébként, ha végül úgy marad. Tehát szerintem ez az alapvető különbség. Én rohadt ideges vagyok, ha el fogjuk veszíteni, mert azt jelenti, hogy nem tudtuk elégségesen rátámasztani azt, amit tudtunk, írtunk, stb. Nekik nem fáj, hogy elrontják. Szerintem, hogy ez az alapvető különbség az egész között. Ezzel nem tudok vitatkozni. Akkor most elérkeztünk, a koronát rá kell tenni. És ezt csináltad? Nem, mert egész nap te öntötted rumot. Igen. Úgyhogy szerintem... Akkor most is csináljam én? Meg amúgy szerintem nem férfi dolog rumot önteni. Nem, egyáltalán nem. De két nem is, és fél deci. Ugye, mert nem nő dolog inni. Soha nem innék rumot. Undorító. Jó. Azaz. Te jó ég. Nagyon beszél. Jó. Eddig egy madártej volt, most egy rumos madártej lesz. A magánélet egy politikusnál az egy elvárt dolog, hogy annak egy ilyen makulátlan, hogy mondjam, ilyen Kossuth Lajosi figurának kell lenni, bár a fene tudja, hogy kurvázott-e Kossuth Lajos. Szerintem igen. Vagy hát miért ne tette volna. De erről nem tudunk, és így van egy ilyen politikus képünk, és azt gondoljuk, hogy egy politikusnak nagyon, nagyon jól kell viselkednie. Csak hát nem azt látjuk mondjuk a nemzeti keresztény oldalon sem, hogy olyan marha jó magaviseletűek lennének ezek az arcok, meg a 10 parancsolathoz olyan csodálatosan tartanák magukat. Ellenben az ellenzéki oldalon meg számon kérnek mindent. Nekem ez a beszámolósdi arról, hogy én hogy élek, meg mit szeretek, az nem egy szimpatikus dolog. Lehet, hogy ezt a mosogató fölött kéne csinálnunk. Yeah. Én szeretem, ha piszok van. Ajja, jó, akkor gyerünk, ilyen... mert persze 24-nél dolgozol, mindig elfelejtem. Na. Ez jó volt, ami igen. Ritka. És én kapom az ívet egész nap. Igazából az a baj, hogy ehhez te nem is kellettél volna. Megint elrontottad el. Sejtettem, hogy lesz áldozati báztatást, tehát utána úgy nézek ki, mint egy malac. Bocs, hogy leöntettettem magam veled. Elnézést. Na? Én büszke vagyok erre. Ezt egy kicsit berakom a hűtőbe. És arra indultál hűtőben először, mint igen, én. Mert igen. És mi miatt kezdtek igazán nézni? Mármint milyen videó volt, ami így átütött mindent? Én nem tudom, a legelejétől képzeld el. Ja, rögtön? Aha. Személyes varázsom az mindenkit elsodort azonnal. Hát lehet, hogy a Kövér László kireveri ki az egy ilyen érdekes témának tűnt, hogy ez... És mi volt a válasz azok kedvéért, akik nem látták ezt a kétségkívül széles érdeklődésre számot tartó kérdésre a válasz? Hát nézzék meg! Azt javaslom, nézzék meg. Tényleg lennének szavazóid egyébként. Így lesz sok nézőm, igen. Én május 1-én kezdtem el YouTube-ozni 11 hónapja, úgyhogy alapvetően egy karantén terméknek tartom magam, igen. Az emberek elkezdtek gyakrabban YouTube-ozni, kiment az életükből a szórakozásnak egy nagyon nagy része. Nem tudtak színházba járni, moziba járni, koncertre járni, beülni valahova, stb. És a YouTube, meg az, hogy valaki beszél hozzájuk, az egy ilyen szociális pótlék lett. Úgyhogy igen, szerintem nagyon nagy köze van a karanténnak ahhoz, hogy ez a dolog, amit csinálok, ez sikeres. Nehéz pillanatok. Jó volt. Kiderül. Te vagy én? Kőpapírollom. Hány győzelmünk megyünk? De nem lehet, hogy te mindenen ennyit gondolkozol. Hány győzelmünk megyünk, azért előbb-utóbb. Ja, jó. Kő, papír. Várjál, papír. Ha, te. Köszi. Boldog Pészakot, Dávid. Minden normális embernek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Vagyis én. Azt, hogy te mit csinálsz. Csatlakozom. Wow! Ez nagyon jó. Kicsit sok benne az alkohol. Szerintem tojássárga.
Ja, ez a tojás nem kéne bele. Te mondtad, hogy öt, mindegy, hagyjuk. Hát én ebbe érzem a Petőt. Érzem a Petőt benne. Kicsit izzadságszagú, izzadságízű, ilyen karótnyelt, lágy textúrájú. Egyébként furcsa mód erős, ami a Petőre nem jellemző. Na figyelj, azt tudom mondani, hogy így nem rossz, na. Amire való, azt úgy elvégzi, azt úgy hozza. That makes that.